Ez a Híradó 8 órakor. Jó reggelt kívánok, Ábrahám Viola vagyok. Megjelentek a hivatalos tájékoztató honlapon az elmúlt 24 óra hazai adatai a koronavírus járvánnyal kapcsolatban. Elhunyt 4 krónikus beteg és újabb 23 embernél mutatták ki a fertőzést, így összesen 3816 érintetről tudunk, de kevesebben vannak az aktív betegek, már csak 1311-en. Kórházban jelenleg 404-en vannak, 1996-an pedig már meggyógyultak. Két héten belül megszavazhatja az országgyűlés a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet és különleges jogrend megszüntetését. Vagyis június 20-án véget érhet a veszélyhelyzet Magyarországon. De átmeneti szabályok érvényben maradhatnak, egészségügyi készültség lehet, fennmaradhat az operatív törzs és a kórházparancsnoki rendszer is. A kormány szerint azzal, hogy a különleges felhatalmazást visszaadják, bebizonyosodott, hogy Magyarországot alaptalanul vádolták. Röviddel keddéj fél előtt Semjén Zsolt benyújtotta a parlamentnek a veszélyhelyzet megszűnését kimondó törvényjavaslatot. Valamikor május végén ezt a különleges felhatalmazást, amit kaptam, ezt vissza tudjuk adni a parlamentnek. Orbán Viktor és a kormány több tagja is egyértelművé tette korábban, hogy amint a járványügyi helyzet lehetővé teszi, visszaadja a ráruházott jogosultságokat. Nem kellett egy rendelettel bemennem a parlament elé ezzel a baloldali ellenzékkel húzakodni, meg veszekedni, hanem úgy, ahogy a helyzet megkívánta, ha kellett, akkor egy órán belül tudtam reagálni. 10 év után ön elérkezettnek látta az időt ahhoz, hogy karanténba zárja a demokráciát. Mert... Hazai és külföldi pártok, köztük a balliberális erők is diktatúrával vádolták meg a kormányt, és a sajtószabadság korlátozását vizionálták. A CNN élőadásban próbálta kérdőre vonni Szijjártó Pétert a koronavírus törvény miatt. Ha minden a gyorsított eljárásnak megfelelően zajlik, akkor június 20-án meg is szűnhet hatályosan is maga a törvény is. Varga Judit kedden az M1-nek arról beszélt, a koronavírus miatti veszélyhelyzet már június 20-án megszűnhet Magyarországon. Az igazságügyi miniszter szerdán azt is mondta, fel fogja hívni a figyelmet arra, hogy az Európai Parlament a járvány idején nem a megoldás, hanem a probléma része kívánt lenni. Nyilván az európai jövőről szóló tárgyalásokon majd azért ennek érdemes levonni a tanulságait, hogy vajon milyen közösség az, amely az egyik tagját a legnagyobb baj közepette nem segíti, hanem hátráltatja, akadályozza és támadja. A rendkívüli felhatalmazás megszűnésével az átmeneti szabályok érvényben maradnak. Így többek között egészségügyi készültség lesz az országban, fennmarad az operatív törzs és a kórházparancsnoki rendszer is. Újabb könnyítés jön péntektől. Budapesten is újra nyithatnak a belső terek az éttermekben, a kávézókban, a cukrászdákban és a presszókban. Ezt a kormányzati tájékoztatási központ szóvivője erősítette meg az M1-nek. A dolgozóknak maszkot kell viselniük, és kötelező lesz a védőtávolság betartása is. A fővárosi szállodák éttermei és a szabadtéri játszóterek is kinyithatnak péntektől. Farkas Lajos a fővárosi enyhítést azzal indokolta, hogy az ország jól védekezett. Nem szabad azt elfelejteni, hogy a fertőzés, maga a vírus még jelen van az országban, ezért minden egyéb szabályozást be kell majd tartani, de már nem indokolt azoknak a korlátozásoknak a fenntartása, amely mondjuk az elmúlt időszakban akár a fővárost is jellemezte. Magyarország és Lengyelország a jövőben is minden támogatást megad egymásnak, amikor majd a járvány után kialakuló új világrend kihívásaira kell megtalálni a válaszokat, jelentette ki Szijjártó Péter, miután Budapesten egyeztetett lengyel kollégájával. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, az uniós politikát illetően megerősítették szövetségüket a kohéziós forrásokkal, valamint az illegális migrációval kapcsolatban is. Mi újra és újra világossá tesszük, hogy semmilyen kötelező elosztási mechanizmusban nem vagyunk hajlandóak részt venni, nem engedünk illegális bevándorlókat az országainkba. Az egyik ok arra, ami egyik oka annak, hogy Közép-Európa ma a legbiztonságosabb térségei között van Európának éppen az, hogy nem engedtünk ide illegális bevándorlókat. Újabb határátkelőket nyitottak meg tegnap. Immár karanténkötelezettség nélkül át lehet utazni Szlovákiába és Csehországba. A karanténkötelezettséget a 48 órás távollétekre oldották fel, vagyis ha valaki két napon belül hazatér, annak nem kell karanténba mennie. Hasonló megegyezés a határnyitásokról hamarosan Szlovéniával és Horvátországgal is várható.
Japánra figyel a világ, ahol nagyobb lezárások és korlátozások nélkül sikerült megfékezni a járványt. Szakértők szerint ezt azzal is sikerült elérni, hogy Japánban eleve fejlett a közösségi higiénia. De sokat segített az is, hogy a japán kormány gócskutatásokat végzett, és csak azokon a területeken szigorított, ahol arra szükség volt. Az M1 tudósítója úgy fogalmazott, hogy a japán modell működik. Tokió, Kis Gábor István. Kórházakban nehéz volt bekerülni, és aztán onnan kikerülni is nehéz volt. Nem engedték, hogy leterheljék csipcsup ügyekkel az egészségügyi ellátókapacitás. Nehéz volt koronavírusos tesztelési helyzethez jutni, több napig lázasnak kellett lenni, és aztán, ha valaki bekerült a kórházba, utána 4 negatív teszt után kerülhetett csak vissza a társadalomba. Amikor már elrendelték a veszélyhelyzetet nagyjából 8 héttel ezelőtt, akkor igazán már kézben volt tartva Japánban a koronavírusos helyzet. Elég volt a veszélyhelyzet helyett elszigetelni az országot, brutális beutazási korlátozásokat végrehajtani, amelyek a mai napig érvényben vannak. Lemond a parlamenti alelnökségéről, és kilép a Jobbik frakcióból Schneider Tamás egykori pártelnök. A politikus a közösségi oldalán azt írta, Jakab Péter pártelnökségének mindössze 4 hónap kellett ahhoz, hogy minden nemzeti és konzervatív gondolatot kihajítson az ablakon. A közösségből pedig számíztál szolidaritást és a bajtársiasságot. Schneider Tamás a Jobbikon belüli leszámolást statáriális kivégzésnek nevezi, és úgy fogalmaz, hogy a véleményterror és a megfélemlítés része lett a párt eszköztárának. Nem sokkal Schneider Tamás után Farkas Gergely és Varga Dam Andrea is bejelentette, hogy kilép a Jobbik frakcióból. Mindhárom politikus úgy fogalmazott, megalázó, amit a Jobbik művelt velük az elmúlt napokban. Rozsdalvezeti akciótervet indít a kormány. A program célja, hogy megfizethető, jó minőségű otthonok épüljenek azokon a városszéli területeken, ahol valaha ipari tevékenységet folytattak, vagy nagy raktárak voltak. Az akcióterv az építőipar megerősítését, új munkahelyek létrehozását és a gazdaság élénkítését is szolgálja, közölte a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Hozzátette, arra kérik az országgyűlést, hogy szaktörvényben hozza létre a barna mezős akcióterület fogalmát. Az ÁFA törvény módosításával biztosítsuk, hogy a barnamezős területeken épülő új lakások értékesítésének, megvásárlásának általános forgalmi adója 27% helyett 5%-ra mérséklődik, és természetesen maradjon fenn a lakásbérlet ÁFA mentessége, és ezeken a területeken egyszerűbb építési szabályok legyenek, gyorsabb legyen az engedélyezés, gyorsabb legyen a beruházások megvalósítása. Egy zsaroló budapesti ügyvédet és 2 társát vette őrizetbe a rendőrség és a TEK. A gyanú szerint a 43 éves jogász 2014-ben több 100 000 eurót lopott az egyik ügyfelétől. Amikor az rájött az átverésre, az ügyvéd több társával együtt életveszélyesen megfenyegette, és több 100 millió forintnyi vagyont szerzett meg tőle. Ezek az elfogás pillanatai. Egy budapesti ügyvédet és 2 társát vette őrizetbe nagyszabású akció keretében a rendőrség és a TEK. A 43 éves jogász a gyanú szerint 2014-ben üzleti és személyes titkokat tartalmazó adathordozókat vett át egy ügyfelétől, miután elhitette vele, hogy házkutatást fognak tartani nála, majd később azt hazudta, hogy a Dunába dobta azokat. Az adatok birtokában részben az üzletember pénzén, de annak tudta nélkül cégeket hozott létre, és több mint 100 000 eurót lopott el a sértettől. Ez így egy minősített eset. Súlyos büntetésre számíthat a csaló, ezt mondja az ügyvéd. A vállalkozó ugyanis miután rájött az átverésre, szerződést bontott a csaló ügyvéddel, aki erre társaival együtt zsarolni és fenyegetni kezdte. Több 100 millió forintnyi vagyont, gyémántokat, készpénzt és ingatlant is megszereztek tőle. Jelen esetben itt a zsarolás egyik minősített esetéről beszélünk, hiszen a zsarolás súlyos fenyegetéssel, történő elkövetésével gyanúsítja ugye jelenleg az elkövetőket a nyomozóhatóság. Ennek a büntetési tétele a BTK alapján 2-8 évig terjedő szabadságvesztés. A nyomozók 5 szemét hallgattak ki, 3-ukat pedig őrizetbe is vették. A fővárosi nyomozóügyészség a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodával és a terror elhárítási központtal együtt nagyszabású akciót hajtott végre több budapesti és Pest megyei helyszínen, és 5 szemét elfogott, őket gyanúsítottként hallgatták ki, zsarolás, csalás, ügyvédi visszaélés gyanúja miatt, 3-at közülük őrizetbe is vettek.
Az, hogy ezeket a bűncselekményeket ügyvédként hajtotta végre a gyanúsított, a BTK szerint nem minősítő körülmény, viszont az ítélkező bírónak figyelembe kell majd vennie. 9 óra alatt elfogta a rendőrség az angyalföldi emberölés feltételezett elkövetőjét, egy 36 esztendős nőt. Tegnap egy 29 éves férfit szúrt sebekkel holtan találtak Budapesten a 13. kerületben, egy elhagyott gyártelepen. A gyanúsítottat már kihallgatták és őrizetbe vették, a rendőrség pedig indítványozta a letartóztatását is. A rossz időjárás miatt mégsem indult el a floridai űrközpontból. Az amerikai SpaceX magánvállalat űrhajója és a fedélzeten lévő 2 tapasztalt asztronauta. A NASA és a SpaceX közös vállalkozásában egy teljesen új űrhajó indult volna a nemzetközi űrállomásra közép-kelet-európai idő szerint tegnap este. De a trópusi vihar és a tornádó riadó miatt szombatra halasztották az indulást. Utoljára egyébként 9 éve volt arra példa, hogy amerikai űrhajósok amerikai űrrepülővel az Egyesült Államokból indultak a világűrbe, de erre most néhány napot tehát még várni kell.